készülettel jelezzék, hogy van kamerák készen álló. Tehát mindenki készen áll. Próbálunk majd hangosan beszélni, mert a villamos, ami mellettünk van. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Nőnapi sajtótájékoztató, mellette már Tüntő Kata, MSZP országos elnökségi tagja, európai parlamenti képviselőjelöltünk. Én azzal kezdeném tisztelettel, hogy a nőnap még nem ünnep igazán. Még nem teljes ünnep. Azért nem, mert bár a magyar társadalomban jogegyenlőség van a nők számára, de nincsen esélyegyenlőség. Mi szociáldemokraták folytatjuk azt az évszázados küzdelmet, amik a nők folytatnak azért, hogy ne csak jogegyenlőség, hanem valós társadalmi esélyegyenlőség legyen a számunkra. A modern baloldali párt soha nem adja fel ezt a küzdelmet, azig fogunk harcolni, amíg kivívjuk ezeket az azonos jogokat a nők számára. Azt gondoljuk, hogy a virág mellett fontos, hogy beszéljünk a közös ügyeinkről. És nekünk nőknek igenis vannak olyan ügyeink, amit szeretnénk a közösséggel megtenni. Az egyik ilyen a gondoskodási ügy. Az, hogy ma Magyarországon akár a gyermekek gondozása, akár az idősebb családtagok gondozása, a leginkább a nők. És ebben a tekintetben nagyon-nagyon kevés esetben. Azt, hogy ma a fizetett munkákban nagyjából egyenlően osztozunk, bár nem egyenlően, de a nem fizetett munkák nagy része, és az elsősorban gondoskodás terén van, ebben a nők évi 800 órával vállalkozunk többen. A szocialisták azt gondoljuk, hogy ebben nem hagyhatjuk magukra a nőket, ezért azt vállaljuk, hogy az önkormányzatokban, Oktobertől és a fővárosi önkormányzatban bővíteni fogjuk azt a szociális ellátórendszert, ami segítséget nyújthat az idős családtagok gondolására. Több nőt a közéletben, több nőt a politikában. Magyarországon kiemelkedően alacsony nők részvétele a politikai életben, a Magyarország gyűlésben. Mi szocialisták támogatjuk a női kvótát, támogatjuk, hogy minél több nő vegyen részt a közéletben, közte a politikai életben. Nem helyes, hogyha a magyar közéletben kizárólag férfiak hozzák a fontos döntéseket, legyen ez szó gazdasági vagy politikai kérdés. Mi budapesti szocialisták szövetségeseinkkel közösen sok női jelöltet fogunk indítani az őszi önkormányzati választáson, nem csak képviselőjelöltet, hanem polgármester jelöltet. Érthető, hogy nem beszélhetünk innentől akkor, amikor minden ötödik nő ér bántalmat. Az állam ebben a feladatban félrenéz, és nem segít kellőképpen az áldozatok védelmében, a társadalomban abban, hogy erről tudjunk beszélni, illetve is meg tudjuk előzni, és üldözi azokat a civil szervezeteket, akik ma az államhelyet és a közösség helyet foglalkozik és próbálnak meg segíteni a családon belül erőszak áldozatokat. Ebben is szeretnénk betenni. Mi fővárosi szocialisták vállaljuk, ősztől az önkormányzati választás követően, amikor változás lesz Budapest élén, változás lesz a fővárosi önkormányzatban, a budapesti önkormányzat önként vállalt feladatai közé, az államtól részben átvéve, önként vállalt feladatul vállalja, hogy a családon belül erőszak áldozatait megsegíti, számukra segítséget nyújt, mind a megelőzésben, mind a rehabilitációban. És mi budapesti szocialisták az elmúlt hetekben egy ütési akciót kezdeményeztünk a NANA Egyesület számára, akik ugye segítik a családon belül erőszak legkiszolgáltatott női áldozatait, és ezt az akciót folytatni fogjuk a anyák napjáig, május első vasárnapjáig, és a tegnapi napon átutaltunk 250 ezer forintot az Egyesület számára, amit mi budapesti szocialisták tudtuk összegyűjteni. Tudjuk, hogy ez a csepp a tengerben, de sok kis cseppből fog összegyűjteni, vagy egy nagy tenger. A virág mellett azt kérjük társaiknak, hogy támogassák mindazért, hogy nyugodjuk ki az erőszak elleni egyesület munkáját, így tegyünk valamit, hogy nyugodjuk ki. Köszönjük. Köszönjük szépen, Isten értesse a nőket, hajrá lesz. Tessék parancsolni a nőnappal kapcsolatosan, minden más kérdést ott kérem a sajtószlájt számára pedig. Azokat az intézményeket a számát kell növelni, ahol a családon belül bánat.
a nevelésbe, a megelőzésre is tessük a hangsúlyt, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy nem kell elviselni a családon belül erőszakot, hogy van más életlehetőség, nem kell némán törnie. Erre már az oktatás nevelés során föl fogjuk hívni a figyelmet. Hát az egy időben van, hogy törvényjogosság formájában van valamilyen kezdeményezés formájában. Rég óta kezdeményezik politikus társaink az országgyűlésben is az isztambuli egyezmény ratifikációját. A magyar kormány elutasítja konzekvensen.